Kabaré Klub. Szerkesztő Sinkó Péter. Összeállította és a műsort vezeti Aranyosi Péter. Jó napot kívánok, Aranyosi Péter vagyok. Nyáróta először vagyok a mikrofonok előtt, és el kell mondjam, hogy a nyár a humoristáknak ez a fesztiválozási időszak. Fesztiválokra jövünk, megyünk, hát amik elég furcsák, ugyanis mi felépünk egy sátorba, és mellettünk 123 méterre egy rockzenekar éppen egy csirkét darál le 4500 watttal. A szigeten léptem föl, és kivettem a sátorból, és ott volt egy pár, akik a két sátor között ültek, és mondtam, hogy ne haragudjatok, de hallottátok jól az én műsoromat, mert én nem nagyon hallottam a zenekartól, engem nagyon zavart. Azt mondták, hogy a zenekart is zavartam én. Úgyhogy ez nagyon nehéz ilyen helyzetben. Egy vidéki kórházban léptem fel Semmelweis nap alkalmából, az nyáron van, pont akkor volt a hőségriadó, vége volt a műsornak, egy óriási sátorban 350 fehér köppenyes alulfizetett, rosszkedvű kórházi dolgozó, és jött az igazgató, és azt mondta, hogy Aranyosi úr, egy kis meglepetéssel készültünk. Mondom, te jó Isten, hát én kapom meg a H1N1 vírusnak a legújabb verzióját. Azt mondja, nem, és elővett egy ilyen gézruhát. Át kéne öltöznöm. És mögötte megjelent két ilyen ninja típusú tájföldi masszörnő, és azt mondta, hogy engem fognak megmasszírozni a színpadon kétszer fél órában mikrofon kíséretében, hogy hát én is beszélhetek, de két ember fog beszélni, hogy mit csinálnak rajtam a hölgyek. És hát egy óriási sátor, mondom, hova bújjak, hol öltözködjek, nem volt sehol hely. A sarokba elmentem a legutolsó asztalhoz, ahol hát 20 hölgy ült csak. És mondom, elnézést kérek, hölgyeim, hát kórházi dolgozó tetszenek lenni. Tetszettek már ilyet látni? Át kell öltöznöm. Csak nyugodtan. Szépen átöltöztem gézruhába. Végig kuncogtak, és a végén annyit mondott az egyik hölgy, hogy nagyon szépen köszönjük, Aranyosi úr, mi irodisták vagyunk. A masszázsról csak annyit, hogy én a negyedik percben elaludtam, tehát ezt tudom. Íjat hajítottak belőlem, aztán lementem négy kézlába a színpadról, hálás taps közepette. Arra emlékszem, hogy 12 kilométerre meg kellett állnom egy benzinkútnál két kávét meginni, mert annyira kimasszírozták belőlem a méreganyagokat, hogy majdnem elaludtam. Hát nyár az úgy kezdődött, hogy gyászba borult az ország, nem tudom, ki emlékszik rá, meghalt Magdi néni a Barátok közbe. Én teljesen tönkre voltam. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e, de ilyen érdekesen írták meg a forgatókönyvírók Magdi néni halálát. Ugye az első részben, vagy az egy részben kiderült, hogy Magdi néni annak idején hát félrejátszott. Rá egy részre Magdi néni zárdába vonult. Azt mondjuk előtte kellett volna 43 évvel. És helyette. Majd a következő részben meg is halt. És egy vicc tud erről eszembe, amikor hazajött a férj, és benyit az ajtón, és a felesége nyitja neki az ajtót, és rögtön egy hatalmas pofont lekver az asszonynak, és kérdez azt, hogy ezt miért kaptam, azt mondja, ha tudnám, meg is ölnélek. Három napot gondoltam így a nyaralásba, vagy legalább mondjuk, hogy ennyit el fogunk tudni menni. El is mentünk a gyerekekkel, és az asszonnyal dínó kiállítással nyáron. Hát négyünknek a belépődői 7700 forint volt. Apa nagyvonulú, menjünk, rendben van. Nagyon szép volt, kijöttünk, és a gyerek elkezdett vernyákolni, hogy apa, vegyél nekem gumidínót. Hát jó van, mennyibe kerül, kérdezem az asszonytól, odafordul, 2700 forint. Nem mondom, jó van, azt én megveszem. Erre kiderül, hogy 7700 félre hallott a feleségem. Hát ilyenkor már nincs visszaút, tehát megvettem. Aztán elmentünk egy gyors étterembe, ahol 7800 forintot fizettem négyünkre. Úgyhogy 24000-et költöttem, még nem volt délután 2 óra. És mondtam a családnak, hogy vége a nyaralásnak, mert én ezt erre a hétre szántam. Van nekem egy ilyen kedvenc szabadidős tevékenységem. Nyári szünetben is szoktam csinálni ez a... Hát én kijárok a kínai piacra, így a fehérnemű sorra. Én szeretem a fehérneműket, hát üresen is, és műsorosan is. És van ott egy hely, én úgy szoktam hívni a tanga turkáló. És hát a kezembe akadt egy olyan tangabugyi, ami 3 pálcikából áll tulajdonképpen, mint egy Mercedes jel, 120 fokos szöget zárt be így egymással 3 vékony kis pánt, és kérdezem ott a srácom, mondom, ne haragudjál, ez hogy kell hordani? Azt mondta, egyik nap így, másik nap úgy. És fölhívtam nagybabi kollégánkat, aki
Hát szereti az ilyen történeteket, azt mondta, egy ügyes férfi egy ilyen bugyit több napig is elhord, majd ki is fordítja. Érdekes, hogy a sün kultikus emblémájává vált az utca népének, hát a Fradi Dózsa meccsen a szurkolók a rendőröket sün-sün kiáltással fogadták, hát jobb, mint a jó napot, meg fogtok halni szerintem még azért. Legyünk ezzel tisztában. Nem tudom, hogy kinek ment el a füle mellett, de a rendőrség marketing osztálya sün figurákat osztogatott a rock'n'rollra vágyó szigetelő fiatalok között. Ez körülbelül olyan, mintha a kölyár kiment volna, és azt mondta volna, hogy rotavírust osztogatok, hogy van otthon a gyereknek rotavírusa? Nincs, vigyél egyet haza neki. Nyáron egyébként Magyarországra figyelt a világ, mert hát a Formula 1-es vagy Forma 1-es pályán fejbe találta Felipe Massát, vagy Felipe Massát egy rúgó a versenypályán, és annyit mondott egy barátom, hogy de jó, hogy ez nem kamionverseny volt, mert akkor elvitte volna a fejét kompletten. És az nagyon szép volt, hogy az RTL klubnak a szakértői, idézőjelben szakértői, ott sopánkodtak, hogy te jó Isten, hát hogy tudott megsérülni, mert hát ez a sisak 7800 kilopaszkászor, kilonyútonszor, és én ordítottam így a tévé előtt, hogy a sisak kibírja csak benne a fejedben, ember. Nem tudom, ki ismer ezt a régi 50-es évekbeli viccet, erőlt eszembe, amikor beszélget az amerikai, a német és a szovjet munkás, hogy kinek jobb a gumipara, és mondja az amerikai munkás, hogy hát én a rágomat ide beakasztom az üveghez, leugrok a negyedik emeletről, és a harmadikról visszaránt. Azt mondja erre a német, azt mondja, semmi, azt mondja, én beukasztom a Hosentragermet, a nadrág tartómat, azt mondja, a hatodikról leugrok, az ötödikről visszaránt. Azt mondja a szovjet munkás, azt mondja, nézzétek meg ezt a gumicsizmát, azt mondja, miért? Azt mondja, hát Szerjózsa kiugrott belőle a 12-dikről, azt mondja, és? Hát Szerjózsa meghalt, de a gumicsizmának semmi baja. Nyár végén és ősz elején derültek ki ezek a végkielégítési ügyek. Van olyan ember, aki 4 hónapra kapott 70 milliós végkielégítést, aztán olyan is történt, hogy 2 igazgató bejárt, akinek munkaköri leírása nem volt, munkaköri leírása, de egy hónapban egy napot bejárt az 1 milliós fizetésért, ami azért nagyon szép. Ja, és az is nagyon jó, hogy nem tudom, ki tudja, vagy ki hallotta, hogy a BKV ismeretlen tettes ellen indítja meg a... Elő kell venni a szerződést. Aki aláírta, mehet a börtönbe, ilyen egyszerű, tehát nem. Azt mondta a barátom, hogy ezek a BKV-sek olyan ravaszok, hogyha 5 perccel később születnek, már ókák. Aztán jöttek a MÁV-ügyek, nem tudom, emlékszünk-e rá. Ott van egy pari, aki 8 hónapos munkaviszony után 100 milliós végkielégítéssel távozott. Én azon gondolkoztam, hogy én 8 hónapig 100 millió forintért nem mávos lennék, sin. Az ingatlan adó nem jó dolog. A védekezés ellene szinte reménytelen. Ugyanis házunkat, lakásunkat nem nagyon tudjuk álcázni. Aradi Tibor és Varga Ferenc József írásában egy másik utat mutat meg nekünk. Az önkormányzat is adatlap kitöltő szerepében Jeges Krisztiánt, Józsi bácsi szerepében Aradi Tibort hallhatjuk. Jó napot, Józsi bácsi! Hagyjék, jó Isten! Persze! Józsi bácsi, én az ingatlan adó ügyébe jöttem. Misla! Ing, ha van ingem, de hát a franc fog utána adót fizetni. Ha. Nem ing, ingatlan. Az adatok szerint önnek 3 ingatlanja van. Ja, fájtor, potrok, ez a 3, ez van. Ja. Nem úgy értem. Van a ház, amivel lakik. Na, majd barlangba költözök, mi? Van egy disznóhol, és van egy fészer. Hányszor? Nem hányszor, Józsi bácsi, fészer. Ja, fészer rakóprogram alatt építettem, igen. A nem lakás célú ingatlanok után 1 kulcsos adót kell fizetni. De hát a disznóhoz nem kőkulcs. Mekkora marhaság ez? Ha? Mit gondolnak maguk a Pesten, hogy még kaputelefonja is van a disznóknak, mi? Bár ha betartanám az EU előírást, még azt azért is kérem, mert nem a disznóknak ezt a paszta tévét. Talán plazma tévét. Az, paszta tévét, azt. Mondom, még egyszer, plazma tévét. Paszta, mondjuk egyszer. Rádiót veszek nekik, már biztos én mondom. Józsi bácsi, mióta lakik ön itt? Itt a kertbe? Nem.
úgy értettem, itt ebben a házban, ezen a környéken. Mikor költözött ide? Ja, amikor a Margóék Pestre mentek akkor. És mikor mentek a Margóék Pestre? Amikor Béláék háza összedőtt. És az mikor történt? Ha, amikor a Misi anyós a kórházba került. Na nem, mikor volt az pont? Hogy mikor? Mikor ide költöztük, ja marasság. Ida, azt mondja meg nekem, még egyszer azért fizetni, amit egyszer már összekuporgatott nyugdíjamból, hogy már kifizettem. Na most, elmondom, ezt azért találták ki, hogy arányosabb legyen a közteherviselés. Közterviselés? De hát a sérfműtétem óta nem emelhetek semmit se. Utoljára akkor emeltem közterhet, amikor a kocsma előtt a polgármester kiszedtem a bicikli alól. Gané. Na, Józsi bácsi, nem ugyanarról beszélünk. Persze, hogy nem. Szembe áll velem, persze, hogy nem. Álljon mellém, akkor ugyanarról fogunk beszélni. Én morosan. Tudja, az ingatlan adó jobban tükrözi a jövedelmi viszonyokat, ezért igazságosabb. Igen, akkor nézze meg a disznóólat. Az nem, hogy hülyen tükrözi a jövedelmi viszonyomat, amíg henceg is. Én arról beszélek, hogy az SZIA helyett kellett egy adóforma, ami igazságosabb. Tudja, mi az SZIA? Hogy ne tudnám, tegnap voltam a SZIA-ba a közvényemmel. Persze, tudom. Józsi bácsi, az egy közületi szerv. Ja, ízületi, itt a nagylábújamnál, rohadtul fáj, tényleg. Na. Térjünk vissza az eszélyel. Dehogy térek vissza, tegnap óta minek menjek meg ilyen maraságot? Na jó van, feladom. Ott van a posta a névbóta a szönbe, ahol föl tudja adni. Hát én megőrülök, magával nem lehet értelmesen beszélni. Egyáltalán érted bármit abból, amit elmondtam? Magyaros sebe, nem vagyok én hülye. Na, tehát. A guargumi botrány miatt a disznóknak át kell költözni a fészerbe, mert csak ahhoz van kulcsok, ugye? Aztán a paszta tévét eladom, hogy legyen pénzem, mert adóterhek emelése miatt mindenem megy a SZIA-ba. Aztán, hogy jobban tükrözzem a jövedelmi iszonyomat, lelököm a asszonyt a székről, hogy legyen ingatlanom, és ha a polgármester megint részegen főborul a biciklivel, nem segítem fel, mert az nekem sokba fog kerülni. A világos, mint a nyugdíjtörvény lámpafénynél. Ja. Na, ebből elég. Tudja mit? Majd azt írom a jegyzőkönyvbe, hogy nem találtam itt más, csak egy fabódét. Tudja, ki fogja magát idegesíteni egy őrült miatt a viszontlátásra? Jaj, de rendes ember, áldja meg a teremtő a kedvességért, jaj, csak hogy elment, leveltem ezt a rohadt koszos kabátot meg a műbajuszt. Na, halló? Életem én vagyok. Figyelj, ne keresd az Audit, azzal megyek ma a parlamentbe megszavazni az üvegzseb programot. Hajdú Balázs kollégán kedvenc témája a családja és önmaga. Szentesi magányából kitörve Balázs először brokernek állt, majd humoristává avanzsált, hiába rokon szakmákat, itt is, ott is kell sokat hazudni. Hogy mi történt Balázzsal és a családjával a múlt hónapban, azt mondja elő maga, színpadon Hajdú Balázs. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nyáron voltam Erdélyben, ott fel is léptem Csíkszereden ilyen elektronikus partiba járó arcoknak. Az Ecstasy klubban. Egy ilyen jótékonysági fellépés volt, tehát összvisz 3 bogyót kaptam érte. Ott volt, hogyha valami tetszett a közönségnek, akkor nem tapsoltak, hanem így reszeltek. Sokáig ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és akkor egyszer így visszareszeltem nekik, és akkor elkezdtek tapsolni. Szüleim egyébként azt se tudják, hogy létezik ilyen, hogy elektronikus zene, mert lakott Szentesen a szomszédban egy srác fél évet, aki tényleg így minden nap délután 5-től hajnal 3-ig ilyen nagyon durva elektronikus zenét hallgatott. Apukám meg csak annyit mondott, hogy a szomszéd az darál. De hogy mit vagy miért, azt így nem gondolta tovább. 3 hónapig ebben a tudatban élt, amikor anyukám felvilágosította, hogy a szomszéd az nem dará, kávét főz, és megy még a mosógép is. Erdélyben egy csodálatos hetet töltöttem. Valószínűleg azért mentem oda, mert kíváncsi voltam a fenyőerdőkre. Annak ellenére, hogy egy nagy részét már láttam itthon az IKEA-ban. De azok ilyen tovább gondolt változatok szerintem, ilyen remixek. Meg tényleg 1000 méter magasan patakcsobogás, madárcsicsergés. Ugye itt Budapesten nekem külön ilyen meditációs CD-t kell venni, ha ilyet akarok hallgatni. Ott egész más jellegű CD-ket lehet kapni, ilyen metroépítés 1-2. Best of csatazajok 1400-as évektől napjainkig.
Ahol laktunk, egy barátom nagyapjának a telkén teljesen nomád életmódot tudtunk folytatni, tehát így nem volt ilyen, hogy internet, de nem volt számítógép se, tehát így most teljesen felesleges lett volna internet azért, hogy frankizzen. Nem volt hűtő, nem volt mikró sem, de végülis így, hogy nem volt hűtő, így... Nem volt baj, mert nem volt mit felmelegíteni. Tehát így rájöttünk, hogy így, hogy nem volt semmi, tulajdonképpen nem hiányzott semmi. A helyiségek így külön el voltak nevezve, volt a WC a gyomorrotty, konyha a gyomorlabor. Elég furcsa törvények uralkodtak a konyhában, tehát így bárki ehetett bármit ott. De így az egérnek például a kedvence volt a Liptonos teászdoboznak a sarka. Volt ilyen húsban hús akció is, hogy csontik voltak a sonkában. Tehát, hogyha ilyen ANTS-féle szerv kijön, nem zárta volna le a telket, egész Hargitát lezárja, szerintem úgy nézett ki. A kőbányát is megnéztük, hát nagyon szép. Nem tudom, ki látta már a kőbányát esetleg Erdélyben. Hát fogorvostól többen félnek. A kőbánya nagyon szép, tehát sok kiskövet képzeljünk el, meg egy nagyot, és a sok kiskő van az egy nagy körül. Én ilyen elővigyázatos családban nőttem fel, tehát anyukám is nagyon elővigyázatos. Egyszer voltam bent munkaidőben illetve az ő munkaidejében, mert nekem nincsen. Voltam benne nála, épp egy ilyen, a patikában egy ilyen 30-as öltönyös úriembernek magyarázta az ószer használatát, de ilyen minden részletre kiterjedően, tehát egy merev hímvessző, végét befogni, szex után nem rögtön elaludni. És ezek után nem néz elképzelni, hogy 10 éves koromban, amikor eltörtem a kezem, akkor jött a kórházba ő is velem, csak hát ő 4 nappal végül tovább maradt benn, mint én. 2 flakon domestosszal érkezett, mert hogy koszosok a kórtermek, azt mondta, akkor piacon vett ilyen névre szóló zoknikat, ezeket is így kiosztotta a betegek között, mert hogy gyakori a betegelcserélés. Én nyugodt voltam, mert mondom, ha el is cserélnek, legalább zoknia lesz most már mindenkinek. Akkor a papucsot belekötötte a pizsuma alsó nadrágomba ilyen madzaggal, mint óvodába a kesztyűt. Akkor otthonról hozta a biológia albumot, mert hogy sok az állorvos is, és akkor az orvosokat is így tesztelte. És ilyen testen, ilyen különböző szerveket meg kellett nekik találniuk. Aztán eljött a műtét napja, anyukám csinált ilyen előaltatást. Az abból állt, hogy először Jókait olvasott fel, utána pedig a végén a számviteli törvénykönyvből idézett, és tényleg úgy kellemesen bekábultam. Utána, mivel ő egészségügyi dolgozó, ő is bekéreckedett a műtétre, de ott meg annyit okoskodott, hogy végül őt is el kellett altatni. Van nekem egy nővérem is, ő is nagyon elővigyázatos, de neki van egy kislánya is, ő meg majd elővigyázatos lesz, de most még csak elővigyázatosan neveli, értelmes szavakat még nem tud kimondani. Most így összeült a család, hogy így gondolkozunk, hogy szerepeltetjük a Mónika Show-ban. Ilyen most vagy soha alapon. Tehát ki tudja, lesz-e még erre a lehetőség. Összejött a család, azt is megszavazták, hogy én keresztapa legyek, úgyhogy most már keresztapa vagyok. 2 igennel is 1 tartózkodásra ezt így megszavazták. Én tartózkodtam, mert láttam, ugye, hogy 2 igennél már hiába mondanék nemet. Keresztelő előtt ilyen keresztelő oktatáson vettem részt. Atya kérdezett dolgokat, hogy hol van szerintem most Jézus. Mondtam, hogy én csak Iviven és Facebookon vagyok fent. Ott még nem jelölt be. Aztán, hogy MySpace-en fent van-e, vagy twitterezik, azt én nem tudom. Aztán jött ilyen mentő kérdés, hogy mondjak valami olyan dolgot az életemből, ami köthető Jézus életéhez is.
Mondtam, hogy ilyet tudok mondani, úgyhogy mondtam is. Hogy főiskolás golyatából első napján annyira berúgtam, mindenki azt hitte, hogy meghaltam. De harmadnapra feltámadtam. És újra berúgtam. Ráadásul közben a borrépává változott. Zárásképpen még elmondom, hogy nővérem a lakásban mindenhova ilyen sarokvédőket tett fel, tehát szekrény sarkára, asztal sarkára. Úgyhogy a kislány mindig azt csinálja, hogy először leszedi ezeket a sarokvédőket, és utána üti be a fejét. Tehát, ahogy Pepin bácsi mondta a Sölgyári Capriccióban, lehet, hogy csak egyet kellett volna feltenni, de azt a homlokára. Köszönöm szépen a figyelmet! A közoktatás rendszeréből néhányan kikerülnek, megszöknek különböző okokból. Számukra hozták létre a dolgozók iskoláját. Nagy bajban vannak azok, akik az iskolai érettség szintjét sem érik el. Számukra hozta létre Litkai Gergely a dolgozók óvodáját. A két ovi szerepében Aradi Tibor és Vida Péter. Szia! Téged hogy hívnak? Gyurika! És téged? Ecoplus 2003 kereskedelmi és szolgáltató BT. De szólítsál csak Ekinek. Eki. Jó, Eki, ide jársz te is oviba? Aha, ez a telephelyem. Neked mi a jeled? Mesztelen nő kígyóval. És neked? Házikó, aha. De drogosoké. Ma, Gyuri, te miért késtél ma? Építkezésen voltam. Te játszhatok a markolóval? Nem hoztam slusszkulcsot. Látod ott azt a két srácot a macikkal? Aha, ezek még sose voltak itt. Biztos próbajátszáson vannak az apektől. Téged ki hozott? Apukám, mert van rokkant kártyája. És téged? Engem mikróbusszal hoztak be a Moszkva térről. Én eddig a Dömper csoportba jártam. Most milyen csoportok vannak? Kis csoportból Dolph Lundgren, Lorenzo Lamas és könyvelés. És akkor mi lett a mutáns hangya csoporttal? Lebuktak egy munkaügyi razzián. Feketén építették a tornaszobát. Na, megyünk már szókázni? Nem, most a ácsok vannak fönt. Viszont úgy látom, a homokozó helyén van egy jó kis betonozó. Múltkor bekevertem 4 zsák cementet, zsalusztunk egy 5 köbméteres sárbokácsát. Laci fel akarta rúgni a homokvárunkat. És mi van vele? Kórházban van nyílt töréssel. Hiányzik is neki a mozgás. Na hiányozzon. Torna óra előtt megint volt szondáztatás. Zongorát hoztunk le a negyedikről, meg volt utána a ketrecharc a mókus csoporttal. Én jogerősen fel vagyok mentve. Mi alól? Minden vádpont alól. Mit rajzolsz, Gyuri? Zárjegyet. Nagyon szép, tényleg. Majdnem olyan, mint a eredeti. Ebéd mi lesz? Piskóta kocka kisfröccsel. Meleg étkezési utalványt elfogadnak? Én a védelmi pénzt is abba fizettem a Lorenzóéknak. Na, Eki, játszunk már valamit. Nekem van egy ötletem. Ma, hogy leülünk körbe, és én elmondom, miért jók a Forever Living termékek, jó? Várjál, ezt a játékot ismerem, és az a vége, hogy téged nagyon megverünk. Én nem így ismerem. Akkor üvegezés, az nem jó? Na, az milyen? Megpörgetjük a teraszajtót, betörik és beüvegezzük. Az unalmas. Játszunk már inkább bujócskát. Az milyen? Egy albán menekültet beteszünk egy mikrobuszba, azt a rendőrség meg megkeres. Mindjárt jön a csendes pihenő. Aha. Csak előtte felolvasnak a számviteli törvényből. Figyuma, te kivel alszol? Hát a Klárival. Ismered, tudod melyik csoportba jár? Melyik? Peti a csúnya lányba. És te? Én a óvó nénivel alszok. Érted, hányra jönnek? Inkább hányan.
Mihá, hová visznek? A Gyorskocsi utca 23-as számú Rózsa Sándoroviba. De miért? Megcsináltam krumpli nyomdából, hogy Volutax Kft. Kövesdi Miklós Gábor 13 éve lát el minket jelenetekkel, de a stand-up őrület, valamint a jobb kereseti lehetőségek őt is megfertőzték, és úgy döntött, színpadra áll. Hogy jól tette, az döntsék el önök. Következik Kövesdi Miklós Gábor. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mióta utoljára itt jártam a rádiókabaréban, én is elindultam a híressé válás útján, csak egyre úgy néz ki, hogy rossz irányba. De nem adom föl, vannak jó jelek. Most nemrég föltöltöttem az internetre, illetve hát valaki föltöltötte az internetre egy számomat. És hát van ez a kis nézettségszámláló 1300-on áll, és ebből csak 800 vagyok én, tehát úgy látszik, valakit érdekel, mindenképpen örvendetes. Internetről szeretnék beszélni. Azt gondoltam, hogy ha lesz internetem, milyen jó lesz, majd angolul fogok beszélgetni külföldiekkel, gyakorlom a nyelvet. Hát föl is mentem egy ilyen oldalra. Rákattintottam egy névre, és hát gondoltam, itt a nagy pillanat. Valami frappás, ütős beszélgetés indítás kell. Hát mondom, hi. Bekezdtem. Erre visszajön nekem, hogy vruf. Hát mondom, egy kutyával csetelek, vagy... Apu bodrik küszökött, vagy... Megmondom őszintén, műfordítóként angolból vagy 50 könyvet lefordítottam magyarra, de a vruffal még nem találkoztam. És hát ciki úgy kezdeni ugye egy ilyen beszélgetés, hogy nem értem, hát megnéztem a szótárba, semmi, megnéztem a slang szótárba, hátha. Végén már az orvosi szótárt is föllapoztam, hogy lehet, hogy valami problémája van szegénynek, és szeretné velem ezt megosztani, hát vruf sehol. Kicsit úgy hangzik ez a vruf, mint egy ilyen Fekete István regény címe, nem? Hogy kele, csí, vuk, vruf. Ezt így el tudom képzelni, mondjuk vruf a számítógépes féregvírus. Na, hát nem volt mit tenni, megkérdeztem, mi az, hogy vruf, azt mondja, ezt se tudod? Where are you from? Honnan való vagy? Hát mondom, édesem, én csetelni akarok, nem aktivitizni. Na de gondoltam, beszóltál, hát jó van, fölveszem a kesztyűt. Visszaírtam neki, hogy full. Hát szótárazzon ő is. Hát ő nem szótárazott, nem volt olyan önérzetes, mint én. Rögtön visszaírt, hogy mi az, hogy full. Hát mondom, ezt se tudod? From Hungary leányfalu. És ezzel be volt fejezve a téma. Hát ami még jó dolog, a Brit Evangéliumi Szövetség megalkotta az internetes 10 parancsolatot, a 10 parancsolat 2.0-át. Blogerek 10 parancsolata így is hívják, ugye hát nem tudom, mindenki tudja, elmondom gyorsan, hogy a blog az az internetes napló, aki azt vezeti, az a blogger. Hát egészen közelmúltig ugye hazánkat is egy lelkes blogger vezette. Mondjuk olyan is, de hát ez már történelem. Na és ez nagyon jó dolog, de kevés. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, az kell, hogy bizonyos bibliai fogalmakat, neveket lefordítsunk az internet felhasználók nyelvére, mert különben nem fogják érteni, miről van szó. Hát mondok néhány példát. Például Isten, a nagy rendszergazda, aki 6 nap alatt feltöltötte a rendszert a kisegítő alkalmazásokra, és a 7. nap kijelentkezett. Aztán az angyalok, moderátorok, az alma tiltott tartalom, Ádám és Éva az első felhasználók, a kígyó az első vírus, Noé az első adatmentő, az evangélisták blogerek, Jézus pedig a rendszergazda főszervere, akit a római hekerek feltörtek ugyan, de az ő áldozatának köszönhetően nekünk lehetőségünk nyílt az örök letöltésre. Köszönöm szépen a figyelmet! Dombovári Pista kollégánkat annyira megérintette a válság, hogy megfogadta a miniszterelnök tanácsát, miszerint kisebb lakásba kell költöznie, és lefogyott 40 kilót. Azt mondta, hogy körülbelül úgy néz ki, mint amikor zenei szakkifejezéssel, hogy a duó feloszlott, és szimplába folytatják tovább. Egyébként érdekes a Pistának a lefogyása, hogy a hasából nagyon szépen lement a kiló, de a fején maradt egy kicsi zsír. Ettől úgy néz ki, mint egy buzogány. Miután először állt új külsejével a környezet elé,
legtöbben csak ennyit mondtak, hogy na hát, most vettem észre, hogy milyen alacsony vagy. Szerencsére a rádióban nincs ilyen hátrány, fogadjátok szeretettel Dombovár Istvánt. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, buzogány, az, aki mondja, az a buzogány. Egyébként a fogyással a koponya méret nem csökkent, tehát ilyen antropológiai tanácsokat nem akarok Péternek adni. Nagyon szép volt a felkonf. Hát a fogyás téma kifutott, tehát én a Dombi Update segítségével dobtam le ezt a pár kilót. Annyi, hogy hát gyakorlatilag készíts el mindent, vegyél meg mindent, csak ne edd meg. Ebből nem lesz se drága autó, se Norbi Rudi, de hát így átadom azért a dolgot mindenkinek, akit érdekel. Ugye két ember miatt volt érdemes megvenni ezeket a nagy mocskos böhöm plazma tévéket. Lagzi Lajcsi meg én. Mert hát mit kitöltöttük a képernyőt? Én egyszer visszavittem egy plazma tévét a boltba, mondom, hogy ez pixelhibás, cseréljék ki. Azt mondták, ez nem pixelhibás, ez Paudics Béla. Kitaláltam, hogy majd a tévéműsorunk új szezonjának kezdetére milyen jó poén lesz az, hogy én ilyen megújult külsővel vágok neki. Hát ez a rohadt Lajcsi is nem most találtak, így lefogy. Tönkretette a gegemet. Küldöm is neki álnéven a bombonokat. Egy él. Október végére hegylakóba nyomjuk, csak egy maradhat. Na most, hát változnak az idők. Múltkor vettünk fel egy kis promó felvételt az új tévéműsorunkhoz. Mentünk az utcán, leszólítottunk embereket, és annyira ismertek vagyunk, és annyira populárisak, és annyira az arcunk ott van mindenkinek a tudatában, hogy egy néni odajött hozzánk, megszólított, és annyit mondott, van ám nálam skandináv lottó. Én vidéki vagyok, le sem tagadhatnám. Vidéken, hát nem annyira sportolunk, tehát inkább nézzük a tévét, egyre érdekesebb műsorok vannak, nem tudom, hogy ki mennyire követi. Most a Vacsora csata egy nagyon érdekes változatot vett. Úgymond életfogytosok főznek most nekünk. Nem tudom, hogy kikóstolná meg például Tasnádi Péter rácsos tésztáját. Múltkor azon gondolkoztak, hogy ugye be kell osztani, hogy melyik nap kifőz, azt mondták, hogy Stadleré legyen az utolsó vacsora. Kérdezték, hogy miért, mondta, hogy hát mert az áfát már visszaigényelte utána. A másik, nem tudom, hallottuk-e a nagy hírt, rendőrök nyerték meg a Lottó 5-öst. De hogy sikerült kitölteni azt a szelvényt, nem? Szóval most akkor Zsanett 2 ismét jöhet, végre ki is tudják fizetni. De amikor kapcsolgatom ide-oda a tévét, hát akkor nekem még mindig a reklámok a legkedvesebb szórakozásaim. Nem tudom, ki mennyire követi a reklámokat. Van az a bank, aki soha nem olvas végig egy könyvet. Most azt mondja, Toldi Miklós új edzőgépet akar venni magának. Kezdték úgy, Romeo és Júlia számlát akar nyitni. Hát max egy ilyen rövidebb lekötést, mert ők nyugdíj előtakarékosságon tudni nem törték a fejüket, hiszen 17 évesen meghaltak mind a ketten. Aztán egyel későbbi reklámban Ludas Matyi ment a BKV buszon a Libával hitelt fölvenni. Ezt nem tudom, láttuk-e? Nem tudom, ki mennyit utazik BKV buszon, mennyire volt hiteles a reklám. Csak ő volt rajta meg a Liba. Senki más. Boldogan a Liba össze-vissza fosta a padozatot. Sofőr hátra sem fordult, mondjuk az érdekes lett volna. És nem is beszélve arról, hogyha igazán hiteles reklámot akartak volna, akkor úgy nézett volna ki az egész, hogy feljön a jegyellenőr, homokallerusz, szalaggal. Libára mutat, megkérdezi Matyitól. Kisfehérnek van diákja, köcsög. Szóval én ezeket hiányoltam belőle. Nem is beszélve szegény Gepetto mesterről, aki nem elég, hogy annak idején rásóztak egy pálcig a gyereket, most még iskoláztatnia is kell. Hát már az sértés, amikor szegény Pinokkiónak összeválogatják a technika csomagot, nem? Félfamentes rajzlapot vegyek egy fagyereknek, hát ebből csak... Ebből csak a sértődés lesz. De van egy másik gyógyszerreklám, azt mondja egy csákó, hát én allergiás vagyok a macskaszőre, de mióta megvettem ezt az új drága tablettát, azóta semmi bajunk, igaz, Círmi? És mellette ott ül a macska. Hát nálunk idéken egész egyszerűen segbe rúgták volna azt a macskát, és nem kellett volna drága gyógyszer. Másik, amit soha nem tudok megfejteni, Juditot bezárjuk egy üvegfalú fülkébe, hogy tesztelje az új Domestos ablaktisztítót. Miért zárják be egy üvegfülkébe? Miért jó ez? Én megdobnám még azzal ezt a remek reklámot, hogy Judittól fokozatosan elkezdjük elszivattyúzni az oxigént. Amikor már horpad befelé a homloka, az 59 forintos Tesco-s ablaktisztítóval is fantasztikus eredményt tudna produkálni. Szóval vidéken nézzük a tévét, egy dologra vettem figyelmes, ugye most már alanyjogon jár a zenetévé,
És én már a Zene TV-n nem is a klippeket nézem, hanem a közter elhelyezett reklámokat. Van most egy ilyen mobiltelefonra letölthető drága program, üvölt egy ilyen fejhang, azt mondja, hogy ajándék, névnapra, születésnapra, barátnődnek, barátodnak, valentinnapra, mikor fogsz meghalni? Látod? Csak küld el barátnőd nevét a 1785-re, és visszaírjuk, mikor fog meghalni, mindössze 2000 plusz álfáért. Gyönyörű, szép ajándék. Jobbat nem is tudnék kitalálni. Ezért inkább átkapcsolok a másikra, mert ezt én nem bírom elviselni. A másik csatornán hasonló reklám, 2000 fontos áfás program, letölthető telefonos program. Egy szivárvány alatt helyezkedik el egy nem annyira megnyerő kopasz fiatalember, furcsán mosolyog. A program letölthető, és az a címe, mennyire vagy meleg. Már az nem is kérdés, hogy buzi vagyok-e, hanem már csak a fokozatról vitatkozunk. Az előbb mondtam a rendőrökről egy keresetlen point, ezt én már is szeretném ezt korrigálni. Végezetül elmesélem azt, hogyan találkoztam a Jászkari Jenői profilozókkal. A gyilkos elméket megszégyenítő helyszínelők jöttek ki, egy kisebb eset történt, nem történt emberhalál szerencsére, csak egy betörés. Jött egy ilyen kalambószerű, balonkabátos, szivaros figura, kirakosgatja a kis számokat, megcsinálja a fényképeket, mint a nagyfilmekbe. Szétnézhet és hozzáfog a szakértéshez, meg ott figyeltünk. Szóval, ezen a ponton a csapat szétvált. A vezetőjük feltehetőleg egy agilis ember, aki itt egy komolyabb stressz hatásnak lett kitéve, és ez megváltoztatta a cselekedeteiben, és előre be nem tervezett dolgokat követett el. Leesett az állam. Mondom, ez ennyiből? Mondja már meg, legyen szíves, hagyd tanuljak. Ezt az egészet miből tudta kikövetkeztetni? Onnan, hogy az ablak alá van szarva. Köszönöm szépen a figyelmet! Voltam a szigeten egy barátommal, a Bélával, aki iszik, és megkérdeztem tőle, hogy Béla, hogy mióta iszol, azt mondta, apám 6 éves koromban jött rá. Jött szembe velem délután 3 órakor, nagyon részeg állapotban, mondom, Béla, hol voltál? Azt mondta, ne segíts. Néhány évvel ezelőtt itt a rádió környékén rengeteg falragasz volt, amely Ivanovot, az ukrán természetgyógyászt hirdette, miszerint akar ön boldog, kiegyensúlyozott, vidám és egészséges lenni? Akkor jöjjön el ide, meg ide, ahol Ivanov, a csodadoktor megmondja önnek a titkot. Hát mondom, én elmegyek, hát a belépődő is szép összeg volt, de mondom, nekem megéri, hát ha lesz benne 1-2 poén. Aztán az előadás előtt néhány nappal a plakátokra egy piros felirat rá volt ragasztva, az volt ráírva, betegség miatt elmarad. Űrmős volt jelenetében, most hallgassuk meg 2 magyar természetgyógyászt, Aradi Tibort és Vida Pétert. Szevasz! Hogy vagy? Köszi, most, hogy látlak már sokkal jobban. Akkor 10 000 forint lesz. Várjál már, nem ismersz meg. Én vagyok az a híres reiki mester, Szent Louis Kovalenko. Louis kicsoda? Neked csak a Kovács Lajos. Ja, te vagy az Laja. Ne hülyeskedjél már, alig ismertelek meg ebben a szakában. De megváltozta, várjál, van rajtad egy szellem, leveszem. Várj, ne, az a... Várjál már, ne rángasd már. Az csak a kínai pufi jackim. Ha rajtam van... Mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a szellemírtókból a habcsók ember. Kár, pedig szellemlevételben jó vagyok. Volt egy paciensem, akire ráköltözött egy komplett kosárlabda csapat, de olyan sokan ültek rajta, hogy a legfelső mindig beleverte a fejét a plafonba. Ó, és hogy szedted le őket? Létrával. Várj, picit, várj. Na, várj már. Mit csapkodsz? Szúnyogot látsz? Dehogy csak, maszatos volt az aurát, kitisztítottam. Ó. Köszi szépen, gyerek, összecsokiszta azt. Család jó van? Ja, hát a gyerek az az igazi csoda, képzel, tud vizen járni. No. Hogy csinálta? Hát be volt fagyva a Balaton. Anyémnek meg olyan nézése van, hogy szemmel heggeszt, érted? Frankon. Egyik szeme lézerszike, másik meg lézertű. Kicsit kancsa a szerencsétlen, aztán néha még kardozik is magával, tudod. Nálunk a kisebb még csak 3 hónapos, de már gyógyít. Na, hogy csinálja? Amit kikakil, áruljuk, mint gyógyiszapot. Viszik, mint a cukrot.
Az semmi. Feleségemnek meg olyan aurája van, hogy a Hugh Hefner meginvitálta egy Playboy címlapfotózásra. Ő lesz a Playboy első aura playmate-je. Oh. Mit kellett csinálnia? Semmi különöset. Ilyen pálmafás tengerparton áll egy szál aurában. Na, nem mondom, kicsit felturboztattuk a szívcsakráját, érted? Én most táltos tanfolyamra járok, ha elvégzem, akkor meg ilyen izé leszek, ilyen sámán. Milyen sámán? Nyugha sámán. Képzeld el, Mutko, természetgyógyászok éves vándorgyűlésén, na, tudod, mi történt? Bemegyek a terembe, két süketném a kollega csettinget veszettül. Gondoltam, egymás auráját tisztítják, és beálltam nekik segíteni. Majdnem megverte. Hát mi történt? Kiderült, hogy azt hitték, hogy elkezdődött a diszkó, és csak táncoltak, érted? Akarod, hogy a radiesztézia módszerével felébresszem a belső energiádat? Köszi, de annyi energiám van, hogy ha rákapcsolnának Paksra, 20 évig nem kellene fűtőelemeket cserélni. Sőt, például elég csak rágondolnom, és visszafele pörög otthon a villanyóra. Érted? Kicsit erősebben koncentrálok, már az elmű fizet nekem. Nagyon jó. Egyébként most megizélettem, ilyen tévégyógyász. Plazma TV-ket szerelsz? Nem, televízión keresztül gyógyítom. Ja. Tudod, betelefonál az IPSE, én meg energiát küldök neki postán utánvétel. Vagy megműtöm a vesekövét. Az jó lehet. Ja, már annyi vesekövet kivettem, hogy karácsonyra összejön belőle egy nyaklánc az asszonynak. Én most rezgésterápiában utazom. Mi? Rezgésterápia? Az meg milyen? Felültetlek a 7-es buszra, végig zögykülődsz a Borárosig. Na, ott garantáltan átveszed a bazalt macska kövek rezgés hullámait. Én meg a kertünk alatt megtaláltam a föld szívcsakráját. Nem áll. De, mondom. Mutko, rotakapával véletlenül beleástam. Te azóta úgy tudok szeretni, mint Szász Kozsó. Hát nem mondod. De. Sőt. Azóta minden szerdán 7-8-ig szeretett cunamival árasztom el Kőbánya Kispestet. Én meg annyira feltöltöttem magam energiával, hogy kihíztam a csakrámat. Na, mit csináltál? Elmentem egy ilyen csakraturkálóba, és turtam egy használt holland XXL-es csakrát. És milyen lett? Hát olyan más, te kis buta. Nekem meg az anyósom hízott meg. Már akkora, hogy könnyebb átugorni, mint megkerülni. Miért nem fogyasztod le energiával? Milyen vagy? Pont ez a biznisz benne. Csak leültetem a nappaliba, és az egész lakótelepen lefedi a föld káros sugárzását. Csak nem a káros földsugárzásra gondolsz. Ja, de, arra, tényleg. Esküszöm, köszönjük, hogy javítottál. Kérlek, de én meg a múltkor olyan vízre találtam, hogy egy levegővel még a Cselaci se tudta volna átúszni. Nem is vízér volt, egyenesen víz Amazonas. 3 napig kellett koncentrálnom, hogy eltüntessem. 3 fűtőszálamat vágott gajra, vehetek új mosógépet. Mi? Csak fűtőszálat nem adnak. Otthon a kert végében olyan halomban állnak már a fűtőszál nélküli mosógépek, hogy Antonovics Antal már előre köszön nekem. Ja, mosógépes. Hát, de ne haragudj, mennem kell, befutott egy sürgős meló, megyek, mert egy újpesti DVD árusról le kell vennem a sötét erőt. Na, hogy csinálod? Egyszerűen bemegyek a TK-jába, azt elkobzom az összes Star Wars DVD-jét, szával. Maksa Zoli beteg volt, elkapta az interneten filmletöltés közben az új kínai H1N1 vírus lekopintott változatát, amely törölte Zoli agyát. Szerencsére fellépésein rengeteg nézővel találkozik, akik új élményekkel töltik fel Zolit, hogy milyenekkel, hallgassuk meg ezt tőle. Gyorsan egy szolgálati közlemény, a ruhatárunk a kabátokkal együtt elköltözött, és köszönjük szépen a Magyar Rádió felajánlott értékeket. Most, hogy hazánkban békés átmenet zajlik a csődből a káoszba, kicsikét úgy jobban figyelem a lakosság reakcióit, agyi, lelki állapotát, helyzetét, és azt veszem észre, hogy most egy nagyon furcsa állapotban van a magyar, ugyanis egyszerre van jelen a fejecskéjében a végtelen depresszió, meg a végtelen humorérzék. És az, hogy a sok-sok, már nézzek vissza a történelmen, hát 1000 éve itt vagyunk, 1000 éve szívunk, miért pont most lenne jobb? Hogy a sok-sok szívás után még mindig itt van, az kizárólag a sorrendnek volt köszönhető, ugyanis a jelen helyzet is még mindig olyan, hogy először vagyunk depressziósak, de a humorérzékkel feloldjuk, és így valamilyen szinten tovább tudunk létezni. Nagyon fontos az, hogy ki mit hozott otthonról a családi ékszereken kívül,
mint probléma megoldási készség. De nagyon fontos, hogy tényleg mi rögzül gyermekkorban, mert a rögzülés egész életre kihat, magyarán, ha otthon apuka bemosott egyet anyukának, akkor gyerek is be fog mosni a kedves feleségének x évvel később. De ez a rögzülés alapvető. Van erre egy tündéri történet. Képzeljék el, 70-es évek elején, gyermetek koromban, mi utcánkban volt egy srác, aki arról volt nevezetes, hogy hát szerintem egész Budapesten, neki volt először zenélő bilie. Hát ennek csodájára jártunk, hát 70-es évek elején, amikor mi még a fehér fajanszot koptattuk. Ez ráült a bilire, és idő után megszólalt a bili, hogy ta-da-da-da. Hát olyan sztár volt a gyerek ebből kifölg, valami NSZK-s diszidens nagynénitől kapta egyébként, és hát nem volt még mikrocsip, tranzisztoros volt lapos elemmel. Jó nagy batár bilit kézzelnek el. Szóval olyan sztár volt a gyerek ebből kifolyólag, hogy például nyáron, mikor nyitva volt az ablakuk, mi utcagyerekek oda gyűltünk, azt könyörögtünk neki, hogy na, hadd halljuk a muzsikát. És akkor nagy kegyesen előkotorta a bilit, kivonszolta az udvar közepére, ráült, és amint produkált valamit, a bili szolgált készen azonnal jelezte, ta-da-da-da. És ez így ment x éven keresztül. Hát a srác értelemszerűen felnőtt, bilis elkótya vetélődött valahova. Történt egyszer azonban, hogy 26 éves kora körül, hogy eljött életébe az igazi nagy szerelem egy elsőhegedűs kislány személyében, aki a Zeneakadémia Fesztivál zenekarában játszott. Hát a helyzet a következő. Lány meghívta a fiút a koncertre, ő fönn a színpadon, fiú a nézőtéren, zenekar első száma mi volt? Ta-da-da-da! Fiú a nézőtéren, brr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 
Szóval ezért mondom, hogy nagyon fontos, hogy az ember mit hoz otthonról, meg mit cipel magával egész életén keresztül. Másik, hogy bizonyos foglalkozásoknál kötelezően előírnám a humorérzéket. Ugyanis én azt vettem észre, hogy egy cégnek nem egy áfa emelés, egy nyersanyag drágulás, cserarányromlás, vagy a deviza volume okoz a legnagyobb kárt, hanem egy humortalan alkalmazott az ügyfélszolgálaton. Hát könyörgöm, az aznapi teljes pacientulát képes egy menstruáló csaj kiirtani, nem? Aki éppen rosszkor, és mondjuk előtte van éppen, és így fogadja a vendéget. Tessék, bankban álltam sorba, mit álltam sorba, én voltam ott egyedül. Informatium feliratú hölgyike előtt. Hölgyike nekem félig háttal gépelt. De nem úgy gépelt, mint a szocializmusban, hogy hanem elegánsan, hogy fél oldalról láttam a képernyőjét, éppen ki akart jutni a labirintusból. És azért második szinten már nem hagyja abba az ember egy ügyfél kedvéért. Nem a... Hát plusz élet van, ne viccelj. Hát én ott álltam egyik lábamra a másikra, mert mentem volna vállalkozni ezerrel, de csak rá se hedder, semmi, abszolút semmi reakció nincsen. Hát köhécseltem egy ilyen jelzésértékűt, hogy na, akkor se nézett rám, de legalább megszólalt. Tessék! Mit mondjak erre? Lássék? Vagy mit mondjak? Megsértődtem. Mondom neki így kis laza baritonomon, mondom, kezicsókolom, Fábiánné vagyok a munkaügyről. Erre ő ugyanúgy tovább. És? Mondják, hogy elcsúszott a betétem, szeretném lekötni. Édes Isten. Betétosztály második emelet 2. Hát mondom, ezt nem hiszem el. Kivettem egy kis gyűjtött pénzemet, abból bangó viszontlátás. Hát nem kell az ügyfél, ha ennyire jó megy a bolt. Vagy itt van ez a nyamvat gyors étterem hálózat Magyarországon is, ami ugye bármint tudjuk, attól gyors, hogyha nem eszel elég gyorsan, akkor egy élelmes takarítóbrigád 2 perc után főkapja előled a tálcát. Nekünk magyaroknak, mint tudjuk, genetikailag isteni konyhánk van. Gondolom, aki ezt ide először beengedte, megkapta maga a jatját, mi szülők meg örülünk, mert legalább tudjuk, hol a gyerek. Egy dolog viszont tetszett. Bárhol bementem az említett műintézménybe, azt mondta a csajszín, mikor megkaptam a tálcámat a szajréval, hogy tessék, gyere máskor is. Ez jól esett. Hát hol mondta ki ezt a szocializmusban nekünk? Hát nem, hogy már. Te emlékeznék, még azt is kiírták az ajtóra belül, hogy viszontlátásra, hogy ne kelljen köszönni. És ezek után jön egy cég, mosolyog rám, és azt mondja, hogy gyere máskor is. Hát üres marketing duma, de bejön. És az ember megy. És ez így volt 58 helyen. Na, 59. helyen megyek be az említett intézménybe.
Három pénztárgép így szembe, kettőnél állt a sor, középsőnél nem véletlenül nem. Ahogy közelebb megyek, hát mondom, hát megnézem, hogy mi a probléma, zárva van. Nem volt zárva, csak ott állt egy, hát hogy hofit idézzem, baltarcú kislány. Na most, drágám, gyorsan hozzáteszem, hogy az, hogy valaki milyen szép vagy, milyen csúnya vagy, ez teljesen relatív. Én mindig úgy voltam a nőknél, hogy az egészet egybe vizsgáltam meg, mert lehet egy csodálatos kisugárzás, lehet egy értékes ebben attól, hogy mit tudom, egyik szeme lejje van ködlámpaként. Tehát ez olyan negatív dolgokat sugárzott, hogy a hátamon felállt a szőr rögtön, mert így álltott ilyen Terminátor 2-ben. Mindenkinek a hajját. Még ő nekem itt állni az idején? Mondom, nincs más hátra, most már, ha már ide jöttem, oda állok elé. És azért nem várok végig egy másik sort, mert valaki mindjárt Csernobil után született. Meglát. Köszönök neki, jó napot kívánok. Bzs, maga elé vág egy tálcát, és ugyan őnőfaj. Szóval, hogy a negatív IQ az is sugároz. Mondom neki, miket kérek. Hát ilyen tipikus magyar ételek, megfurlak, megdöglesz menü, meg ilyen közepes minőségű burgonyával, főpakol, visszahozza, beüti, kifizetem, és odavágja elém, hogy tessék. Hát én megfogtam a tálcámat, és így néztem rá várakozóan, mert ugye eddig el voltam kényeztetve, eddig mindenütt mondták ezt a kis mondatot, hát mondom, az enélkül nem mennék el csak úgy mindjárt, hirtelen. És így álltunk egy darabig, mert ő megnézett vissza, hogy mi a franc bajom van. Elfelejtett valamit rárakni, hogy mit akarok. Nézett vissza, én meg nézek rá egy vigyorogva kedvesen. Na, eltelt így egy perc. Tovább nem mertem húzni az időt, mert a sor lassan elkezdett mögöttem gyülekezni, mert hát takartam a lányt. Hát gondoltam, rávezetem. Mondom, aki kedvesen mosolyogva, mondom, jöjjek máskor is? Azt mondja erre, hát, ha akarsz, elmegy. Ja. Na de viszont, ha meg megvan a humorérzék, az meg csodákra képes, komolyan volt. Kizéken, vidéken élő paraszt nénivel a Pesten élő gyerekei eladatták a csodálatos kis parasztházát, főhozták Pestre, benyomták egy garzonba, 8. emeletre, véletlenül se tudjon kimenni onnan. Elfelezték a lóvét, amit a mama kázáért kaptak, és eltűntek. Azon a címen, hogy gondoskodnak róla természetesen. Hát a nénike ráadásul volt 88 éves áfával, rövidet hallott, nagyot látott, amit eltűntek. Tényleg ma ott volt minden. Így nem nagyon hallotta a csengőt se. Ez azért fontos, mert szerencsétlen villanyszámlás szívta meg, mert nem tudott hozzá egyszerűen bejutni, hogy ezt a kis fogyasztást leolvassa, meg beszedje. 88-szor próbált a szerencsétlen villanyszámlás csaj a nénit bármilyen úton módon becserkészni, nem sikerült. Míg végül egyszer a szembe lakó nő azt mondta a villanyszámlásnak, hogy hát szerinte nem is fog sikerülni, ugyanis egész nap a néni magyar nótákat ordított a rádióba. Hát ma attól se hallja, nem csak attól, hogy süket. Na erre a villanyszámlás csaj gondolt egyet, megállt a néni ajtaja előtt, 10 emeletes panelház 8. emeletén, körfolyosón, és 500 watton elkezdte, hogy Bobítás, pendelyes gerlícén, a villanyszámládat hoztam én. Remélem, nem jöttem hiába, különben elhúzok a központba. Rögtön nyílt az ajtó, és jött ki a néni, hogy tessék, kedveském! Csókolom, ez nem a pávakör, hanem az áramkör. 1380 forint, mama. Ezek szerint egyszer már megint elbóbiskolt a WC? A lényeg, kedveseim, hogy mire ideig ért a villanyszámlás csaj a kis produkciójába, már az egész ház kínálta a folyosón, és röhögött. Következmény, amit innen is szeretnék hinteni szerte drága népünknek, abban a lépcsőházban aznap már senki nem verte meg a gyerekét, abban a lépcsőházban aznap a féreknek volt egy kedves szavuk, netán egy ülelésük az asszonka számára, pedig nem történt semmi, csak egy percig szívettépően röhögtek. Úgyhogy kedvesém, aki itt van velünk most, és itt van a rádiókészülőkek előtt, a legegészségesebb narkót választotta, ugyanis hozzászokni egyenesen érdemes. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, a Kabaré Klub adását közvetítettük. Munkatárs Boros Mária. A felvételt Kerekes Endre készítette. A szerkesztő munkatársa Nyilas János. Gyártásvezető Kaiser Hajnal. Összeállította és a műsort vezette Aranyosi Péter. Szerkesztette Sinkó Péter.